A sportcsarnok építése miatt új helyszínen, a Kossuth Művelődési Központban tartották az idei sportgálát. Az ünnepségen díjazták a tavalyi év legeredményesebb ceglédi sportolóit. Köszöntőt a térség országgyűlési képviselője mondott. Földi László úgy fogalmazott, Cegléd igazi sportváros. Az elmúlt években pedig számos létesítmény újult meg, illetve épült, segítve ezzel a profi, illetve szabadidős sportot. Legyen szó az uszodáról, a dzsúdócsarnokról, a birkózócsarnokról, a kosárlabdacsarnokról, illetve néhány hónap múlva újjáépülő városi sportcsarnokról. Büszke vagyok arra, hogy ceglédi lehetek, és Cegléd a sportvárosa lehet, és büszke vagyok arra, hogy önkormányzattal összefogva tudjuk ezeket a létesítményeket fejleszteni, ehhez a forrásokat megteremteni. Büszke vagyok a ceglédi sportolókra, a ceglédi sportvezetőkre, edzőkre, és azokra a szülőkre is természetesen, akik engedik, viszik a gyerekeiket ezekbe a szakosztályokba sportolni. A gálán 13 kategóriában adtak át díjakat. Ceglédváros sportjáért díját idén a CVS elnöke vehette át. Horváth József 25 esztendeje vezeti a Vasutas Sportegyesületet. Az év felnőtt női sportolója Cigány Dóra olimpiai negyedik helyezett vízilabdázó lett. Az év felnőtt férfi sportolója elismerést pedig az olimpiai bajnok birkózó Lőrinc Tamás kapta. Az év edzője 2021-ben Majorosi Lázár Anita, a kettlebell kiválósága lett. Az év szakosztálya díjat pedig a ceglédi Asihara Karate Sportegyesület kapta. Az elismerést az egyesület vezetője, Abucki Csaba vette át. Az év utánpótlás leány sportolója elismerést Szelecki Szabina dzsúdós kapta, távollétében a díjat testvére vette át. Az év utánpótlás sportolója díjat a fiúknál Vég Zsombor cselgáncsozónak ítélték oda. A sportgála külön díját Füle Simon sakkozó kapta, a város szabadidő sportdíját pedig Kővári Roland vehette át. Ceglédváros legnépszerűbb sportolója Bogdán Vencel lett, az Asihara Karate Egyesület versenyzője. Jó tanuló, jó sportoló díjat kapott Bíró Lola Nadin, fitkid és vízilabda versenyző, Keszthelyi Luca atléta, Bogdán Vencel karatés és Kovács Kolos labdarúgó. A díjazottaknak a polgármester is gratulált beszédében. Kívánom, hogy mind a tanulás, mind a sport területén még további sikereket érjenek el. Kívánom, hogy példaként szolgáljanak kortársaik részére, azaz szolgáljanak bizonyítékul, hogy a tanulás mellett a sport a legjobb és leghasznosabb szabadidős tevékenység. Az ünnepélyes díjátadó után a meghívott vendégek állófogadáson kocintottak. Köszöntőt Kónya Ágnes, a Humán Bizottság elnöke mondott. A vendégek közvetlen közelről megnézhették a kamarateremben kiállított érmeket, serlegeket is.